Vulkánok érintés nélkül mozgatható robotok, égőkezek. Ezek is megtalálhatóak voltak a 60-i Bajza József gimnázium kísérletbazár rendezvényén. Ezen a napon minden a kémia, a fizika és a biológia körül forgott. Az intézmény több területén tekinthettek meg kísérleteket a látogatók. A bajzás diákok pedig mindenkinek elmagyarázták, milyen folyamatot mutatnak be. Bódi Réka és Ádám Dorina két kísérlettel is készültek. Van egy vulkánunk, ami olyan, hogy a szódabikarbonát és ecetet összekeverünk, akkor széndioxid szabadul fel, ezért úgy fog kinézni, mintha abból az edényből egy vulkán törne ki. Nos, ilyen, amikor a sav és az ecet találkozik, vagyis a sav és a lúg találkozik, és akkor ezért teszünk hozzá ételecetet, lisztet, vizet, és akkor ilyen lesz a vulkán. És te milyen kísérletet mutatsz be a diák? Hogyha felfolyok egy lupit, és átszorok rá egy hurkapálcát, nem fog kiukadni, mivel két oldalt, ahol átszortam a lupin, rátapad a hurkapálcára, ezért nem tud kijönni belőle a levegő. Kotán Eszter is fehér köpenyt húzott, örömmel mutatta be kísérletét az általános iskolásoknak. A DNS kinyerését szemléltette. Mi a DNS kimutatással készültünk, és fehérje kicsapással. Az én részem az a DNS kimutatása, ezt banánban fogjuk megcsinálni, össze kell pépesíteni a banán, bele kell tenni egy főzőpohárba, kell hozzá sót adni, mosogatószert és vizet, ezt jól össze kell kavarni, utána pedig egy ilyen szűrőpapír segítségével bele fogjuk szűrni egy ilyen kémcsőbe, és amikor megvan ez a banánszűrlet, ehhez egy pipetta segítségével alkoholt kell hozzáadni. Nálunk egy ilyen 70%-os orvosi alkohol van, és az alkohol majd segít abban, hogy a DNS kiváljon a sejtből. A sót meg a mosogatószert is azért kell hozzáadni, hogy a sejtnek a sejthátáját megbontsa, és akkor ki tud belőle jönni a DNS. A kísérletbazár programnak hagyománya van már az iskolában. Marusin és Evella Judit pedagógus elmondta, a diákok nagyon lelkesen készültek a rendezvényre. A tornateremben főleg fizika kísérletek vannak, a laborban pedig biológia és kémia kísérletek. Ezek nagyon egyszerűk, alacsony költségvetésű kísérletek, amit nagyjából otthon barkácsoltak a gyerekek. Tehát ők csinálták a szülőkkel együtt, ez már önmagában egy nagyon jó dolog. Nem csak a bajzás diákok, vendégelőadók is hoztak magukkal kísérleteket. Az Energiatudományi Kutatóközpont például egy plazmacsövet mutatott be. Az asztalon egy plazmacső kísérlettel található, ahol azt mutatjuk be, hogy az anyag negyedik halmazállapota, a plazma, hogyan viselkedik és milyen tulajdonságokkal rendelkezik, mert itt a Földön nagyon ritka jelenség a plazma, és kevesen ismerik, úgyhogy ezzel a kísérlettel lehet egy kis ízelítőt adni ebből a különleges anyagból. Kint az udvaron már a száraz jéggel való kísérleteket, valamint a levegő erejét is tanulmányozhatták a diákok. Az egyikük például több mint 90 kilót is megemelhetett vele. Az Atomenergetikai Múzeum kísérleteiben a nyomással, a hőmérséklettel és a folyékony nitrogénnel foglalkoztak. Krizsán Árpád, az Atomenergetikai Múzeum pedagógusa elmondta, számukra nagyon fontos, hogy a fiatalokkal megszerettessék a tudományokat. Én azt tapasztalom, hogy a gyerekek nagyon nyitottak a természettudományok iránt, és igazából a mi intézményünk is pont ezt tartja fontosnak, hogy főleg a fiatalok ismerjék meg a tudományokat, és a tudományok tudományos döntéseket úgy hozzanak, hogy ismerjék meg azt, amiről majd döntenek. És nyilván az energetikában ez egy nagyon fontos kérdés. Általános iskolás diákok látogattak a Bajzába, hogy megnézzék a kísérleteket. A kodályos tanulók elmondták, nekik mi tetszett a legjobban. Nekem azt tetszett a legjobban, amikor két fiú valami szappan, mosószer meg ilyeneket összekevert, bevizezték a kezüket, és a habot felvették, és azt meggyújtották, és az nem fájt nekik. Neked mi tetszett a legjobban? Nekem tulajdonképpen minden tetszett. Szeretem a kísérleteket, szeretem kísérleteket csinálni, de hogyha ki kéne egyet emelnem, nagyon tetszett az ezüsttükör kísérlet, azt a nővérem csinálta. Innen is köszönöm neki, hogy ezt elvállalta. A minden évben megrendezett kísérletbazár célja az, hogy felkeltsék az érdeklődését a gyerekeknek, hogy minél többen forduljanak a természettudományok felé, és meglássák bennük a lehetőségeket.